A Pénéli elsőként az USZRE tárgyaló delegációjával egyeztetett ma. Az ülés végén Florin Kőcu nemzeti liberális párti elnök bejelentette, nagy az esélye annak, hogy sikerül helyreállítani a Pénéli USZRE RMDS koalíciót. 13 órakor ültek tárgyalóasztalhoz a Pénéli és az USZRE tárgyaló delegációi. A felek másfél órán keresztül tárgyaltak a kormányalakításról, illetve a korábbi koalíció helyreállításának lehetőségéről. Az ülés végén elsőként Florin Kőcu nyilatkozott a sajtónak. Nagy az esély a koalíció helyreállítására, én optimistán távoztam erről a tárgyalásról, nagy esély van rá. A Pénéli elnök szerint nem tárgyaltak sem a kormányfői, sem pedig a miniszteri tisztségekről, elvekről egyeztettek. Ezek közül a legfontosabbak a koalíciós megállapodás szilárdabbá tétele és az országos helyreállítási tervbe foglalt projektek gyakorlatba ültetése, a kormányfőt pedig a Pénéli adja, fogalmazott Kőcu. Azt mondtuk kollégáinknak, hogy ejtsék meg a találkozót a PSD-vel is, végezzék el a szükséges számításokat, és a mai nap végéig, vagy a holnapi nap első feléig adjanak egy választ, hogy eldönthessük, hogy folytathatjuk a tárgyalásokat a koalíció helyreállításáról, vagy sem. Florin Kőcu egyébként azt is elmondta, végeztek egy számítást, amely szerint a kisebbségek támogatása nélkül is meg lenne a szükséges szavazatszám a kormány beiktatásához. Ennek ellenére tárgyalni fog a kisebbségek vezetőjével, Varuzsán Pambukcsánnal is. Ludovik Orbán volt Pénéli elnök ma bejelentette, hogy a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióiból kilépett törvényhozók a jobb-közép koalíció helyreállítását támogatják, és nem szavaznának meg egy Pénéli PSD alkotta kormányt. Kelemen Hunor, az RMDS szövetségi elnöke Facebookon jelentette be, hogy az RMDS miniszterelnök jelöltet fog javasolni. Egyáltalán nem tartom elvetendő javaslatnak, hogy egy következő koalícióban legyen az a Pénéli USZRE RMDS, vagy a Pénéli PSD RMDS, az a legkisebb politikai alakulat adja a miniszterelnököt, amely a stabilitást képviseli, fogalmazott a szövetségi elnök.